Üdvözlök mindenkit a 20. század intézet félmúlt beszélgetés sorozatának idei első Szeretkezne háborús című rendezvényén. Köszöntök mindenkit, aki személyesen jött el meghallgatni beszélgetésünket, és mindenkit, aki online követ minket. Tavaly egy-egy történelmi témájú filmsorozat adta a beszélgetéseink kiinduló pontját, idén pedig úgy döntöttünk, hogy egy-egy ikonikus, az adott történelmi időszak korszellemét leképező filmeket fogunk majd feldolgozni. És az első ilyen film a Hair című 1979-es amerikai film lesz. Ennek kapcsán fogunk majd beszélgetni a 60-as évek Amerikájáról, az ifjúság lázadásáról, magáról a hippi mozgalomról, és hát természetesen arról, hogy mit jelentett mindez a vasfüggönyön túl, mit jelentett ez Magyarországon. Mielőtt bemutatnám a beszélgető partnereimet, nézzük meg a film trailerének egy részletét. Let it fly in the breeze and get caught in the trees. Give a home to the fleas in my hair. A home for fleas, a hive for the buzzing bees. Let's go birds, there ain't no words for the beauty, the thunder, the wonder of my hair. Blow it, show it, long as I can go. The sun shine in. Hair, the film. És mai vendégeink Schmidt Mária, történész professzor, egyetemi tanár, a Terrorháza Múzeum és a 20. század intézet főigazgatója. És Szabó László, kommunikációs szakember, volt ifjúsági helyettes államtitkár. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. És mielőtt belevágnánk, és akkor arról beszélgetnénk, ugye, ahogy a felvezetőben is említettem, hogy mik voltak a 60-as éveknek a legmeghatározóbb folyamatai, amiket ez a film is tükröz. Egy kicsit idézzék fel, hogy önök személyesen mikor látták először a filmet, emlékeznek-e, és mi volt a legnagyobb benyomás, vagy a legnagyobb hatás, amit önökre gyakorolt? Mi az, amit kiemelnének önök személyesen? Mária? Hát rögtön, amint nálunk bemutatták, természetesen megnéztem, mert mindig nagyon szerettem moziba járni, és azóta is már nem is tudom elmondani, hogy hányszor láttam, mert felidézi a fiatalságomat, felidézi azt a korszakot, ami meghatározó volt, és szerintem az egyik legjobb példája annak, majd erről beszélünk részletesebben, hogy a soft politikának milyen szerepe volt az amerikaiak elfogadásában itt a vasfüggönyön túl, és hát nekem is személyes élményem, hogy a fiúknak mindig le akarták vágni a haját, meg hogy mindig ellenőrizték, hogy milyen hosszú a hajuk, és hogy tulajdonképpen ez a haj, a hosszú hajnak a hordása, a farmer, nekem is voltak ilyen szoknyáim, tehát ilyen hippi életérzés, meg az öltözködés, az összekapcsolt minket azzal a világgal, amit mi szabad világnak hívtuk, és ez az életérzés, ez bennünk is megvolt így a 60-as évek legvégén, a 70-es évtizedben, hogy ez a generáció az valami teljesen más ennek a generációnak, több szabadságra van szüksége, és hogy ez meg tudja magát határozni a begyöpösödött szülőknek a nemzetékével szemben, és hát a zenéjét is énekeltük, és mi is úgy éreztük, hogy igen, a napsugarat, a napfényt be kell hozzánk engedni. Laci? Én elég jól emlékszem, elég pontosan emlékszem, hogy mikor láttam a filmet. Egy gimnáziumi osztálykiránduláson hozta el valaki egy VHS kazettán, és ott néztük meg egy, nem is tudom, valami táborban voltunk, és ott volt egy VHS lejátszó, és ott láttam először,
és aztán pedig arra emlékszem, hogy az édesanyám egyszer valahogy a tévében vetítették, az is valamikor a 80-as évek vége fele lehetett, és, vagy inkább közepe lehetett, és ő rettenetesen szerette a filmet, és ezen a ponton nekem muszáj mondanom valamit, professzor azt, hogy remélem, hogy ezt most, hogy én annyira nem szeretem ezt a filmet egyébként. A magát, tisztában vagyok a fontosságával, és nagyon fontos filmnek gondolom, sok szempontból ezekről majd nyilván fogunk beszélni, de egyébként engem olyan nagyon személyesen nem érintett meg, nekem más stílusom, vagy más világ állt hozzám közelebb, meg áll hozzám közelebb, de arra emlékszem, hogy óriási benyomást tett ránk, és tényleg ott ültünk, és néztük tátott szemmel, meg tátott szájjal, hogy ez micsoda, és hát azóta is nyilván sokszor az ember találkozik a zenéjével, találkozik a sztorikkal, amik belőle jönnek, tehát a hatása az óriási, az ízlések, azok más kérdések. Ugye a film maga 79-es, és ez alapvetően egy színdarabnak, egy musicalnek a filmre vitelét jelenti, és hát érdekes módon úgy lett ez egy ikonikus amerikai film, hogy egy cseh rendező, Milos Forman készítette ezt el és vitte filmre, aki 1968-ban telepedett le az Egyesült Államokba, úgyhogy itt azért ez mindenképp egy érdekes elem szerintem. És a 60-as éveknek a generációját mutatja be, és főigazgató asszony is említette ezt a nemzedéki kérdést, a generációknak a kérdését. Mi volt jellemző erre a 60-as években felnövő akkor fiatalkorukat és hát tudatosodásukat élő fiatalokra? Mi az, ami összekötötte őket? Mi volt az ő generációs tapasztalatuk? Főigazgató asszony? Hát itt ugye elsősorban az amerikai fiatalokról van szó, azokról a fiatalokról, akik akkoriban részben nagyon sokan voltak, mert ezt hívják baby boom generációnak, tehát azt jelenti, hogy a háború után nagyon sok gyerek volt, aki addigra fölnőtt, jólétben nőtt fel, igen, jelentősen emelkedett az életszínvonal a második világháború utáni időszakban. Ez a generáció volt az első, amelyik nagy számba felsőoktatási intézményekbe ment, és diákként élte az életét, és ugye szembefordult a szüleivel, saját magát a társadalmon kívül és vele szemben képzelte el, és hát a meghatározó élménye a vietnámi háború volt, a vietnámi háború elleni tiltakozás, hiszen a fiatalokat behívták katonának, ez a film is úgy kezdődik, hogy égetik a behívókat a szereplők, és nem akarnak katonának menni. Na most mából visszatekintve persze tudjuk, hogy ezt a hippi mozgalom, ami megjelenik, és amit olyan jól bemutat ez a film, hogy szeretkezz, ne háborúzz, virágok, kimegyünk a parkokba, ott lakunk, nem kell ez a jólét, nem kell a fogyasztás, és így tovább, hogy ez a generáció tulajdonképpen egy elveszett generáció volt, mert a 68-as hippikből nem lett semmi. De azokból, akik aztán rátelepedtek erre a 68-as generációra, például Amerikába, azok felhasználták ezt a felhajtóerőt, és ők már nem akartak kivonulni a társadalomból, hanem ők már elvégezték az egyetemet, pozícióba kerültek, és tulajdonképpen ez a poszt-68-as generáció aztán mindent elért, amit egy generációnak el lehet élni, elfoglalta az akadémiai intézeteket, elfoglalta a médiát, elfoglalta a kultúrát, és a 90-es évekre a politikát is elfoglalta. És az, amilyen most a nyugati társadalom, az nagy részt olyan, amilyenné ők tették, ezek a poszt-68-asok, de nem a hippik, akikről ez a film szól. Talán azzal még azt hagyd tegyem hozzá, hogy talán ez volt az első pillanat, amikor azzal szembesültek egész társadalmak, meg politikai elitek, hogy ilyen nagy, egész egységes generációs fellépés történik. És csak azért kezdem innen, mert el szeretnék jutni odáig, hogy a 68-as mozgalmak
ebből következően történt meg az is, hogy a generációs politizálás, hogy valamit kell kezdeni egy generációval társadalmilag, az először itt tetten érhető. Mindaz, amit az első Orbán kormányban, ahol, ahogy mondtad, ifjúsági államtitkár voltam, az ifjúság politika, hogy a fiatalokkal generálisan kell kezdeni valamit az ő számukra élet út tekintetében, oktatás tekintetében, kultúra tekintetében, sport tekintetében, tehát az egész generációs élethelyzetük tekintetében kell kezdeni valamit, az 68-ból jön. Mert azok a lázadások, amik voltak, professzor asszony majd ezekről biztosan részletesen beszél, Nyugat-Európában is, meg Amerikában, ezek megmutatták, hogy úristen, itt egy egész generációval kell szembenézni, és kell velük kezdeni valamit. És a film az ugye azért azt ne felejtsük el, hogy a film az 10 évvel későbbi, mint akár 68, akár a musicalnek a bemutatása. Arról is érdemes egy szót beszélni, hogy mi a kettő között a különbség. Mármint a musical világa, meg a film világa között. Szóval, hogy és a film az 10 évvel később is még 6, és 10 évvel később is még arra hívja föl a figyelmet, hogy már pedig ennek a generációnak saját igényei, saját elképzelései, saját világképe van. Aztán, hogy ezt miért így kell megmutatni egy filmen, vagy nem, arról van véleményem, de ez majd talán később. De tehát itt jelenik meg ez a generáció először, mint fogyasztói csoport, és ettől kezdve külön figyelnek a gyártók arra, hogy ezt a csoportot is be tudják vonni a fogyasztásba. Tehát pont az ellenkezője, mint amivel elindult, hogy ők nem akarnak ugyanúgy fogyasztani, nem akarják ezt a kvázi kispolgári életet élni. Ugye, ha már... Akkor ugye milyen furcsa, hogy egy hollywoodi termékről beszélünk. Hát ez egy top hollywoodi termék ez a film. A musical az egy top Broadway termék. Majd a Broadway bemutató után egy évvel áthozzák Londonba, a West Endre, és ott mutatják be. Hát az egy, hát annál fogyasztási cikket kevesebbet tudunk elképzelni, mint egy hollywoodi filmet. És ez a film a fogyasztói társadalom egyik csúcs, nem tudom én, alakítója, mint Hollywood, vagy mint a musical, arról beszél, hogy milyen jó nem fogyasztói társadalomban, vagy milyen jó lenne a nem fogyasztói társadalomban élni. Szóval azért egy furcsa kettősség, azért ezt lássuk be. Ez egy életérzés inkább, vagy volt-e mögött egy tényleg kiérlelt ideológia, amit adott esetben politikai érdekérvényesítésre is használtak? Tehát gondolok, itt említette a főigazgató asszony a vietnámi háborúnak a kérdését. Tehát például a háború ellenesség és ennek a programja, az hatott-e a politikai döntéshozókra mondjuk a vietnámi háború befejezése kapcsán, vagy ez tényleg inkább arról szólt, hogy akkor hogy öltözködnek, szabadon szeretik egymást, különböző kábító szereket használnak, amik ugye a filmben is, tehát egy ilyen életstílus volt inkább dominánsebben? Hát el kell választani, mert a hippik, mint mondtam, az egy zsákutca volt. Tehát ők nem akartak valójában semmit, élvezni akarták az életet, az LSD-t, a szexet, meg mindent, ugye ez a szexuális forradalomnak az időszaka, amikor megjelenik a fogamzásgátlószer, amit be tudtak venni, simán lehetett kapni, és ettől a reprodukció és a szexuális öröm az elvált egymástól. Tehát a lányoknak már nem kellett attól félniük, hogyha szexuális életet élnek, akkor gyerek áldás következik, és ezzel valamit kezdeniük kell. Tehát ez egy nagyon nagy dolog volt. Ezt ők kiélvezték, a szexet elkezdték élvezni, és ugye ne felejtsük el, hogy most az Amerikai Egyesült Államokról beszélünk, tehát ott még általában az egyetemekre a nők nem annyira jutottak be a 60-as évek végén. Nagyon kevés nő volt, nem úgy, mint nálunk, ahol fele-fele arányban voltak a női diákok már mindenhol, mert nálunk ugye az emancipáció az 45-ben kötelező érvényű politikája volt a kommunista rendszereknek. Amerikában még nem így volt. Amerikában a diákok férjet akartak fogni, hogy aztán az a házasság után otthon maradjanak, és a gyerekekkel és a férjükkel törődjenek. Tehát az egyik dolog az volt, hogy ezek a hippik élvezték az életet, és természetesen a vietnámi háború egy nagyon nagy téma volt. A másik pedig az, hogy a politika, az ifjúságpolitika, és főleg a kommunista
támogatást a szovjet különböző fedő csatornákon keresztül jövő támogatás, az milyen hasznot húzott ebből a vietnámi háború ellenes tömeghangulatból és mozgalomból, és egyébként, aminek az élén egyébként az amerikai kommunista párt és az általuk fizetett emberek voltak, különböző megjelentek már a különböző ilyen fekete szervezetek is, mint a fekete párducok, és így tovább. És hát aztán, amikor 68-ban megindultak a különböző nyugat-európai egyetemi kampuszokon a forradalminak nevezett mozgalmak, amik aztán később nem tudtak átterjedni a társadalomra, de az egyetemeket elfoglalták, az oktatás reformját kikényszerítették, és így tovább. Ezeknek a hátsó részén szintén ott voltak azok az érdekegybeesések, amelyek a Szovjetuniónak a politikai érdekeit fették le. Nyilván az, hogy 68-as Martin Luther King kora, Malcolm X kora, tehát egy csomó olyan belpolitikai zűrzavar van az Egyesült Államokban, amely nyilvánvalóan ráirányítja az emberek figyelmét a politikára. Zajlik a vietnámi háború, az egész országban mindenféle politikai viták zajlanak e körül, tehát nyilvánvalóan a hippi mozgalomnak, meg ennek az egész 68-as mozgalomnak, hogy mondjam, immanens köze van a politikához, persze. Ez nem pusztán egy kulturális lázadás, meg egy kulturális új helyzet, ez egy politikai mozgalom is. Professzor asszonynak annyira igaza van, hogy még a párizsi diákmozgalmak is arról, valami olyasmi, az a legenda, hogy azon buknak ki, vagy indulnak el, hogy valami lány WC-ben nem engedik be a lányokat, és akkor, vagy kevés a lány WC, vagy nem tudom, és akkor ilyen feminista felhanggal indulnak el a mozgalmak Párizsban. Tehát, hogy ennek valóban ilyen nagyon világos politikai motivációi, meg politikai következményei is vannak. Az meg aztán meg más kérdés, hogy azok, akik aztán ezeknek a mozgalmaknak az élén álltak, most Európáról beszélek, azok később milyen politikai színekben tűnnek föl. Ugye az nagyon érdekes, amit a Laci el is kezdett mondani, tehát hogy 68-ra, ha beszélünk, hát az a politikai terrornak az éve az Egyesült Államokban. Nem csak a Martin Luther Kinget gyilkolják meg, hanem a Robert Kennedy szenátort is, aki ugye elnök jelöltként az elnök jelölti kampányát folytatja, és ugye ezek a gyilkosságok mutatják azt, hogy micsoda társadalmi feszültségek vannak Amerikában. Ugye akik körülbelül annyi idősek, mint mi vagyunk, azok tudják, hogy bármit mondtunk Amerikára régen ugye a szovjet rendszerben, a válasz mindig az volt, hogy de verik a négereket. Mint ahogy tényleg verték őket, mint ahogy tényleg minősíthetetlenül viselkedtek a feketékkel szembe, és 68-nak és ezeknek az éveknek az egyik legfontosabb témája az nyilván a feketéknek az egyenjogosítása, vagy inkább az egyenrangosítása, hiszen a jogi egyenjogosítás már korábban megtörténik, ugye a Johnson alatt, de tehát nagyon sok társadalmi feszültség halmozódott föl az Amerikai Egyesült Államokba, amiket ezek a diákok mind felvállaltak, és amiket ezek a diákok megpróbáltak, és itt is látszik egyébként, ebben a filmben is szó van róla, a diákok megpróbálták képviselni. Mielőtt rátérnénk, hogy mit is jelentett az egész világ számára ez a film és az, amit képviselt, egy kicsit tekintsünk ki a napjainkra, hogy az a paradigmaváltás, amit 68 hozott, akár hogyha a szexuális forradalmat nézzük, a feminizmusnak a kérdése, olyan vívmányok, amikkel mai napig mindennaposan is élünk, és a napjaink részévé vált, arra most, ahhoz most hogy viszonyulunk? Tehát 68-nak a tagadása, folytatása, egyáltalán mennyiben reflektálunk 68-nak az újdonságaira ma? Szerintem nagyon. Tehát az, hogy milyen ma a világ, és egy csomó dologról mit gondolunk, az a 68-asokról szól. Ugye itt van egy másik része 68-nak, amiről a Dóri beszélt a bevezetőjébe, hogy a
a rendező ugye 68 Prágájából menekül el tulajdonképpen az Egyesült Államokba. De hát akkor beszéljünk egy kicsit arról, hogy ez a szovjet szférában 68 szintén egy meghatározó év, mert ugye ez az úgynevezett prágai tavasznak az éve. Most a prágai tavasz azért egy nagyon jelentős mérföldkő, mert Csehszlovákia mindig is a nyugatnak a kedvence volt. Ez egy nem létező ország, amit ők találtak ki az első világháború utáni békékbe, ami aztán minden alkalommal, amikor lehetősége volt, szétszakadt, de a második világháború után megint összekényszerítették őket. És ez az ország, Csehszlovákia volt az egyetlen olyan ország a régióban, amelyik saját maga akart kommunista lenni. Sehol máshol nem nyertek a kommunisták, csak Csehszlovákiába. És ez egy par excellence szovjet barát és kommunista ország volt. Most 68-ban az történt, hogy a Dubček által vezetett új pártvezetés megpróbált azokon a reformokon egy kicsit dolgozni, amiket még a Ruscsov próbált meg bevezetni a Szovjetunióba, és amiért megbuktatták 64-be. De valahogy ezt a Dubček nem értette meg, és mindenféle párton belüli reformot, gazdasági reformot, a cenzúra eltörlését, a szabadabb légkört akart bevezetni, és hát ezt úgy hívta, hogy emberarcú szocializmust próbál megcsinálni Csehszlovákiába. Abba különbözik ez a dolog alapvetően az 1956-os magyar szabadságharctól és forradalomtól, hogy mi a szovjeteket nem akartuk tovább tűrni, tehát ez egy nemzeti felszabadítási háború volt, és azon kívül nem akartuk a kommunizmust se, hanem szabad választásukat akartunk. 68 Csehszlovákiája a szocializmuson belül akart reformokat. Őnekik nem volt bajuk a szovjetekkel, és nem volt bajuk a szocializmussal se, csak azon belül akartak egy picit mást. Ez sok volt az oroszoknak, és a szovjetek aztán augusztus 21-én velünk együtt, és a többi varsói szerződés tagállamával együtt tankokkal eltiporta ezt a kezdeményezést. De ez sokkal jobban a baloldal, a nyugati baloldalnak a képzeletét sokkal jobban megragadta, egyrészt azért, mert a szocializmuson belül maradtak, és azt próbálták megreformálni, másrészt pedig azért, mert, mint mondtam, ez volt a nyugatnak a kedvenc országa. És akkor még egy dolgot mondok. De 68 Prágája, és 68 mondjuk a berliniek, vagy a párizsiak, vagy az amerikai, vagy a mexikói, vagy az olasz diákmozgalmak egyszerűen nem tudtak azonos nyelvet beszélni. A németeknek az egyik fő 68-as vezetője, a Rudi Dutschke elment egy pár barátjával együtt Prágába, hogy beszéljenek az ottani forradalmárok, a nyugati forradalmárokkal is, egyszerűen nem tudtak szót érteni. Mert a nyugatiak azt mondták, hogy több politikát kell bevinni az egyetemre, a keleti, a prágaiak azt mondták, hogy Isten mentsen minket, már így is túl sok a politika. Akkor azt mondták, hogy nem szabad egy zárt rendszert kell kialakítani, akkor a prágaiak azt mondták, hogy pont szabadságot szeretnénk. Tehát egyszerűen egy teljesen más volt az elképzelésük, ők szocializmust akartak, a szocializmus irányába akartak elmenni a nyugatiak, a prágai diákoknak, a cseh, meg a szlovák diákoknak, meg pont tele volt a hócipőjük ezzel. És ez azt jelentette, hogy 68 után a nyugatiak, a forradalmárok, azok elfordultak a szocializmustól, és elkezdték a harmadik világban felfedezni az ő előképeiket, a kínaiak, a Mao, a Kambodzsa, Kuba, ezek lettek az ő darlingjaik. Tessék megnézni, ha már visszatérek a kérdésre, hogy ma az Európai Unióban levő nyugati országok vezető politikusai közül
Hányan voltak maoisták, trockisták, hányan voltak Kubába, hányan pártfogolták a Pol Potot. És nagyon nagy számot fogunk kapni. Most nem csak azért, mert a mostani kancellár az ifjú szocialisták vezetője volt, és többször volt az NDK-ban, mint én. Nem csak azért, mert a zöld pártnak majdnem minden vezetője maoista volt, hanem a többiek is. Tehát nem csak a bal oldalon, a jobb oldalon is. Ja, valahogy úgy szólt az eredeti kérdésed, hogy a politikában mennyire maradt meg 68 emléke, vagy mennyire működik ez még mindig. Hát te, mint ennek a sorozatnak a szerkesztője, és egy ilyen képet választasz. A színválasztás, másik irányból akarom megközelíteni a dolgot. A színválasztásával, ezzel az arccal, a nagy hajjal, ezzel az egész hair életérzéssel, hát hogy ne lenne meg? Hát szerintem lehet, hogy a politikai történéseket, bár professzor asszony kimerítően tud erről hosszú órákat beszélni, de a közember erről nagyon kevese, a közember innen tudja 68-at. Innen maradt meg a dizájnból, a kinézetből, a kulturális hatásból, a zenei hatásból, mert arról még azért szívesen beszélgetnék egy kicsit, hogy milyen volt ennek, meg a divatról, meg a hosszú szárú, meg bőszárú gatya, meg a farmer, meg nem tudom miről. Hát innen maradt meg, és ez a mai napig él és működik a politikában, és kötik szívesen vissza, miután azért ez egy vonzó dolog, vagy sokaknak vonzó dolog, nekem speciál, mint elmondtam, nem, de sokaknak ez vonzó dolog, ezért ez működik, ez erre vissza lehet hatni, és ez szerintem ki is használják azok a politikusok, akik ennek a logikának vagy ebben nőttek föl, vagy itt szocializálódtak. Hát ha már ez az igény felmerült, hogy beszéljünk ezekről, akkor beszéljünk ezekről, de egy kicsit kitágítanám a kontextust. A soft politika szó már elhangzott a beszélgetés során. Ugye az, ami akár öltözködésben, hajviseletben, színekben, zenében, tehát az egész stílus kérdés, vonzóvá vált azáltal, hogy ezt a filmet elkészítették, és mondjuk levetítették. Ugye Magyarországon egyébként 1980-ban, tehát egy évvel az amerikai bemutatás után már meg lehetett nézni ezt a filmet, majd erre kicsit később visszatérnénk, hogy a hatalom hogyan viszonyult ehhez. De hogy azért az egy furcsa ellentmondás szerintem, és erre szeretnék valami magyarázat félét kapni önöktől, hogy miért egy ellenkultúra lesz az, amit exportálnak kvázi, mint az amerikai soft politika zászlós hajója az Egyesült Államokból, és amivel mondjuk a vasfüggönyön túl mi azonosítottuk Amerikát, miközben az nem a hivatalos Amerikának volt a leképeződése. 68, mint ahogy mondtuk, nagyon sok minden történt, és egy nagyon színes időszak volt, és egy csomó minden jött be, amit egyszer nem lehetett a határokon feltartóztatni. Most a Beatlesről beszélek, a beat zenéről beszélek a divatról, a miniszoknyáról, a hosszú hajról, a farmer nadrágról, és így tovább. Ezeket nem lehetett feltartóztatni. Ezek bejöttek a rádión keresztül, bejöttek a lemezekkel. A 70-es évek szocializmusa az a dögunalom volt. Az a maga volt a szürkeség. Hát persze, hogy mindenki ez iránt a nyugati popkultúra iránt érdeklődött, különösen a fiatalok azért, mert ez ők voltak a célcsoportok. Tehát ez minden a fiatalokról szólt. Most ezzel nem tudott a párt mit kezdeni, és nekem az a legfontosabb állításom, amit mondok, hogy a Szovjetuniót valójában az Amerikai Egyesült Államok a soft politikájával győzte le. Mert mi mindannyian amerikai filmeket akartunk nézni, mi mindannyian nyugati zenét akartunk hallgatni, onnan jöttek a sztárok, a mozikból, onnan jöttek a... Minden onnan jött, ami nekünk fontos volt, vagy ami minket megszólított. Mert az oroszok, hát azoknak fantasztikus a kultúrájuk, és én nagyon-nagyon nagyra tartom. De hát azért Dosztojevszkit, meg Csehovot, meg Csajkovszkit nem lehet reggeltől estig. Tehát az, oké, az megvolt, de nem volt újabb, nem volt semmi. Tehát ha az ember nem a legnagyobb opera énekeseket akarta hallgatni, akik egyébként a mai napig fantasztikusak és egész elképesztek, hát ők nem kínáltak nekünk semmit.
És ezért aztán a pártvezetés, és ezért is mutatták be ezt a filmet, megpróbált a dolgoknak az élére állni. Engedélyezte a farmergyártást, volt itt Trapper Farmer, Tisza cipő, engedte a beatzenét, és így tovább, mert tudta, hogy nem tudja megakadályozni, hát akkor megpróbálta, amennyire lehetett ezt egy kicsit domestikálni, egy kicsit a maga képére formálni, és ellenőrzés alatt tartani. De gyakorlatilag ez a kultúra egyesítette azt a Kelet-Európát, meg Nyugat-Európát, amit egyébként politikailag hermetikusan el volt egymástól zárva. Ugye ne felejtsük el, hogy ez Magyarországon az Illés, a Metro, az Omega korszaka, az a korszaka, akik abból az amerikai életérzésből is, vagy nyugati életérzésből is táplálkozva létrehozzák a magyarországi beat zenét, meg a magyarországi beat korszakot, és az valóban egyszerűbb volt megpróbálni pacifikálni, mint ellenállni. De hagyd mondjak egy olyan példát, ami lehet, hogy egy picit távolinak tűnik, de fontos. Ez az időszak a 60-as éveknek inkább nem azért a vége, mint a közepe vagy az eleje, annak van egy fontos technikai találmánya, ez a mikrobarázda. A mikrobarázda, ami lehetővé teszi, hogy az addigi korábban bakelit lemezekre, ami egy vagy két dal féltre, ahelyett a mikrobarázdák létrejöttével létrejön olyan bakelit lemez, amire egy egész zeneművet, adott esetben a Hert, vagy egy zenekarnak egy teljes lemezét föl lehet tenni. És ez egy óriási robbanás a technikában, elkezdődik ennek a fogyasztói társadalomban való bevitele, ez nem állítható meg a határoknál, mert hozzák be ezt a zenei kultúrát, meg ezt a zenei világot, és ennek valóban egyszerűbb volt teret adni, nyilván majd kontrollált keretek között, miért engedik 80-ban bemutatni a Hert, mert egyszerű volt ezt elengedni, és azt mondani, hogy jó, hát persze engedjék ki a gőzt a fiatalok, mint megpróbálni ellenállni, mert a tanulság az volt, hogy mi van, ha ellenállnak, tanulság Párizs, meg tanulság a francia diákmozgalmak, meg egyetemfoglalások, meg ilyesmik. Igen, ugye amíg 68-ban azért tudjuk, hogy azokat, akiket hippinek tekintett a hatalom, még eljárásokat indítottak ellenük, azért ehhez képest nyilván, amit önök is említettek, ez az elmozdulás megtörtént. Kérdezhetek én is valamit? Csak a hétvégén rettenetesen készültem, Dóri, és az nekem nem volt meg, hogy a 68-as diáklázadásokat követő fél éven belül De Gaulle megnyeri a választásokat. Tehát azért ez elképesztő, hogy miközben megmozdul az egész ország Franciaországban a rezsim ellen, az aktuális rezsim ellen, De Gaulle képes megfordítani a dolgot. Ez miért? Azért, mert a diáklázadások a teljes rendnek a felbomlásával fenyegették Franciaországot, és ugye az emberek nagyon jól éltek. Tehát a munkások és a polgárok nem csatlakoztak be sehol se, mert ők kifejezetten jól éltek, fogyasztani akartak, megvoltak a céljaik, mit akarnak fél év múlva venni, egy év múlva venni, és ezt az egész rendet és ezt a rendszert érezték fenyegetve, és ezért az a De Gaulle, akinek egyébként menekülnie kellett 68-ba, az utána soha nem látott méretű győzelmet aratott. De hova ment? De azért egy dolgot azt meg kell, hogy mondjak. Tehát a megállapodások alapján a Szovjetunió nem engedte meg a francia kommunista pártnak és a francia kommunista párt vezetése alatt álló szakszervezeteknek, hogy besegítsenek a diákoknak. Tehát ennyiben megmentette a De Gaulle-nak az életét, a politikai életét. Tehát itt azért végig megvannak a nagyhatalmi játszmák is mögötte. A fiatalság részéről az elhangzott, hogy ez mennyire vonzó volt a vasfüggönyön túl, de hogyha ideológiailag nézzük, akkor mondjuk ez a fajta maoista, trockista vonal, vagy ez az új baloldali gondolkodás, ami ideológiailag állt mondjuk akár a hippi mozgalom és az egész 60-as évek mögött, azt feltételezem, hogy amúgy kevésbé volt vonzó. Ez a fajta ellentmondás, ez mennyire merült fel, vagy mennyire tudatosodott a fiatalokba? Ez szét volt választva akkor, hogy az stílus az igen, az ideológia nem, vagy ez igazából mindegy volt? Hát, tulajdonképpen ezek a poszt-68-asok, akik ráültek a hippikre, ezek mind marxisták voltak. És ennyiben valójában nem volt ellentmondásban
a létező szocializmussal. Mi viszont nem ezt értettük meg belőle, hanem azt értettük meg belőle, hogy pozitív dolgokat mondanak. Egyrészt mi is unalmasnak találtuk a szüleinket, és mi is szerettünk volna lázadni ellenük, tehát ez benne volt itt is a levegőbe. Másrészt tetszett nekünk, hogy fellépnek a hatalom ellen, mi is szerettünk volna föllépni, de azért ez itt nem volt annyira lehetséges. És hát amikor azt mondják, hogy a háború ellen vannak, mert ugye azért itt a fókuszban a vietnámi háború elleni ellenállás volt, ez volt a nagy ügye a nyugati baloldalnak, meg a nyugati lázadóknak, hogy a vietnámi háború ellen, hogy ezeket a kis sárga embereket, jön ez a hatalmas Amerikai Egyesült Államok, és eltiporja, és napalmal, és mindenféle módon legyilkolja őket, aminek azért olyan nagyon az értelmét Amerika nem nagyon tudta megmagyarázni, hogy miért is csinálja. És nem tudta eladni a közvéleménynek Amerikába, ezért is bukta el a háborút Vietnámba az Egyesült Államok. Tehát ezekkel tudtunk azonosulni. És megmondom őszintén, hogy az se nagyon tetszett nekünk itt, hogy viselkednek a feketékkel. Tehát azért persze a szocializmusban az úgy volt, hogy amikor nyugatot láttuk a tévébe, akkor elsőbb a földrengés volt, vagy árvíz, vagy valami összedőlt valamelyik ház, vagy valami természeti katasztrófa volt. De még egyszer mondom, azért az nem volt egy elfogadható viselkedési mód a mi számunkra itt a vasfüggöny mögött se, ahogy ők egyébként a feketékkel ott bántak. Akár Szelmába, akár bárhol máshol. Hát azért, tehát volt egy csomó közös pont azokkal a lázadókkal, akik ott lázadtak. Hát azért az az ikonikus jelenete a filmnek a legvégén, hogy nyeli el a C-130-as nagy szállítógép a fiatalokat, és viszi a halálba őket, és utána látjuk a Berger sírját. Hát ez azért mégiscsak az az üzenet, ami azért rezonál a hasfüggönyön innen is, hát nem akarunk meghalni a háborúban, nem akarunk háborút, nem akarunk fiatalon értelmetlen dolgokért föláldozni az életünket. Ez működött szerintem, emögött kevésbé kellett az ideológiát keresni, mint sokkal inkább a fiatalságnak az élni akarását, meg a saját magát megvalósítani akarását, és mindenki fejében, meg lelkében visszhangzott ez a dolog, hogy hát persze, ezt ne tolják ránk az öregek, a nálunk idősebb generációk, ne küldjenek el minket a halálba, most értsük is bárhogy is a halált. Szóval ilyen értelemben a film az nagyon erős képeket, meg nagyon erős üzeneteket tartalmaz arról, ami működik a mai napig is. Hát szerintem egy mai tizenéves megnézi, és az a jelenet ott a végén, let the sunshine in, és közben masírozik bele a sötétbe, az nagyon keményen hat. És ugye a másik dolog, ami tudni kell, az, hogy a Szovjetunió és a kommunizmus egészen a 70-es évek közepéig ideológiai offenzívába volt, mert ők voltak a békepártján, és az amerikai imperialisták voltak a háború pártiak. Most, hogyha választani kell bárkinek a béke és a háború között, akkor általában a békét választja. És ez a dolog, ez működött, és visszaigazolást kapott ebbe a filmbe is, hogy szerencsétlen fiatal gyerekek, meg ez a Berger, aki olyan jóképű volt, meg jól táncolt, meg jól énekelt, tessék, hát mi lett vele? És akkor az ember nyilván azt mondja, hogy persze, hát nem akarunk háborút, semmi értelme ennek a dolognak, nehogy már minket is belekényszerítsenek. És hát azt hiszem, hogy a korai bemutatásban, a 80-as magyarországi bemutatásban valamennyi része az is lehetett, hogy hát nem egyértelműen volt negatív az üzenete most a kádári vezetés szempontjából, hiszen ez az imperialista Amerikának a megjelenítése idézőjelben, és ennek az ez elleni harc az nyilván egyezett egyébként a keleti blokk ideológiájával is. Hát azt mutatta be a film, hogy nem csak mi vagyunk Amerika ellenesek, hanem maguk az ottani fiatalok is, mert ők se tudják eltűrni ezt a háborús politikát, amit ott az amerikaiak folytatnak. Szerintem ezért engedték be a filmet, és ezért hozták be, meg hát ugye nehéz is lett volna nem behozni, mert a zene annyira népszerű volt a rádióban,
luxemburgi rádióban játszották, meg mindent, tehát ez is benne volt. Ugye mindaddig a szovjetek vannak offenzívába ideológiailag, amíg Amerika ki nem találja az emberi jogi kérdést. És amikor van az emberi jog, na onnantól kezdve tudják átvenni az ideológiai offenzívát a másik oldaltól. És akkor azt javasolnám, hogy zárjuk pont a zenével és a musical kérdésével, mert hogy Magyarországra is több nyugati musicalt is levetítettek, illetve a Hairnek is megcsinálták a színpadi változatát már 85-ben Kaszás Attila és Nagy Feró főszereplésével egyébként. Tehát maga a műfaj, ez a zenés műfaj, ami az Egyesült Államokban nagyon népszerű volt, és itthon is mondjuk, ha a Képzelt Riport egy amerikai popfesztiválra című darabra gondolunk, akkor elkezdett a 70-es évektől kezdve feléledni. Ez mire adott lehetőséget, vagy hogyan járult hozzá a műfaj és ennek a hát könnyen fogyaszthatósága az üzenetek átviteléhez? Ugye a Hair mint musical az ilyen értelemben két szempontból érdekes és izgalmas. Az egyik, kezdem a kevésbé izgalmassal, az első olyan musical volt, amelynek voltak olyan zenei betétei, amelyek rádióslágerek tudtak lenni. Ugye az a másik ikonikus jelenet, az Agad Life, amikor táncol az asztalon, abból egy rádiósláger lett. Tehát először történt meg az, hogy egy musicalben felbukkanó zenék, azok annál szélesebb kört szólítanak meg, mint egy színpadi darab, vagy egy színházi darab. Ez nagyon fontos szempont volt a musical, meg az általa közvetített üzenetnek a popularitásában. A másik dolog, ami miatt érdekes volt, aztán később a Weber musicalek vitték ezt tulajdonképpen tökélyre, hogy az addigi zene és zenés daraboknál az úgy volt, hogy a próza vitte a történetet, és néha énekeltek egyet. És a Hair volt az egyik első musical, ahol maguk a zenei betétek, azok vitték előre a történetet. Ez egy kicsit szakmai, de talán érthető. És emiatt is volt egy kulturális reveláció, hogy ilyet lehet csinálni, és ezzel és a zenével, mint történetmesélési eszközzel lehet előre menni. Arról már nem is beszélve, hogy hát ez egy olyan musical volt, aminek a musical bemutatásakor is már politikai üzenete volt, de erről már sokat beszéltünk, nem csak a film megjelenésekor, hanem már korábban. Egyébként a musical szerzők meg a Formanék között komoly viták voltak, mert ugye kihagyott a Forman egy csomó dalt, ami benne volt a musicalben, ott a musical szerzők, nem pontosan emlékszem, hogy volt, de valami tartalmi vitáik is voltak, hogy nem azt csinálja meg a Forman, amit ők eredetileg akartak, tehát ez se volt olyan egyértelmű, de ez már mindegy, mert a film az meghat. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést önöknek, köszönöm szépen azoknak, akik online követtek minket, és természetesen azok részére, akik itt vannak velünk személyesen, még lesz lehetőség kérdezni a vendégeinktől. Kövessék a 20. század intézetet a Facebookon, és legközelebb is várjuk önöket a félmúlt adásával. Viszontlátásra!